Világító adventi kalendáriumot szerveztek Tótszerda helyen és Tótszent Mártonban. A kezdeményezés lényege, hogy december 1-től 24-éig minden nap más-más helyi lakos vagy intézmény dekorálja ki az ablakát az aznapi adventi számmal. Az ablakdíszítők titokban kapták meg a sorszámaikat, így a családok esténként együtt kereshetik meg, hogy a faluban hol csillan fel az újabb kalendáriumi ablak. Az embereket egyre nehezebb bevonni hasonló megmozdulásokba, de végül sikerült kijelölni karácsonyig egy-egy házat, hogy fényárba vonják az ablakaikat. Árult el Tislér Istvánné Mónika. A szervező szerint nem csak a díszítők izgatottak ezekben a napokban, hanem az ablakvadászoknak is szórakoztató az esti keresgélés. Akinek van kedve, családoknak kerekedjenek föl együtt, és induljanak el és keressék minden nap az éppen aktuális számmal ellátott ablakot. A két faluba hirdettük meg szemárton Márton szerdahelyen ezt a programot. Biztam benne, hogy nagyon sokan fognak jelentkezni. Igazából pont meglettünk a 24-en, de ennek is nagyon örültünk, hogy végre az emberek, mert nehéz megmozgatni az embereket, hogy ezt, ezt azért sajnos tapasztaljuk minden téren. Megvan a 24 jelentkező, titkosan kapták meg a számokat, tehát senki nem tud a másikról. A legjobbnak ítélt díszítő és a legtöbb kidekorált ablakot bemutató vadászok jutalmat kapnak a program végén. Tegnap a helyi két tannyelvű óvoda dolgozói vágtak ki mintákat az intézmény ablakára, míg a kicsik az ebéd utáni csendes pihenőjüket töltötték. A nyolcas számú ablakon havas téli tájat képzeltek el az óvoda pedagógusok. Mi is részt kívántunk ebben venni, és a Mikulás utáni dekorációt leváltva, de hát még mindig benne élnek a gyerekek, ugye nyolcadika van még csak, a mai nap a nyolcas a miénk, a nyolcas számot kaptuk, és hát most cseréljük le a dekorációt a télire, hogy a, a, várakozást tovább fokozzuk a gyerekeknél. Az óvodában adventi naptárat is készítettek a gyerekeknek. Minden nap egy olyan óvodás nyúlhat bele az aznapi zsákba, aki kiemelkedő jó cselekedetet tett. A létesítmény munkatársai elmondták, karácsonyig minden ovis hazavihet magával egy ajándékot a fa alá.